Üdvözlöm Önöket! Félelmetes harcmodorúk, szokatlan megjelenésük és hódításaik rettegésben tartották Európát, így ismerjük a hunokat. Történelmi megítélésük és eredetük azonban a mai napig vitatott. Mai adásunkban Attila és a hunok rejtélyeinek nyomába eredünk. Koltai Bori annak járt utána, kimutatható-e rokoni kapcsolat a hunok és a magyarok között, a régészet és az archeogenetika segítségével. Molnár H. Boglárka Kecskemétről jelentkezik, ahol egy 5. századi lelet segítségével a hunok különös szokását, a mesterséges koponyatorzítást mutatja be. Barbár törzsek vagy egy fejlett birodalom leszármazottjai? Helyesen ábrázolják-e a hunokat a nyugati filmek? Jámbor Flóra riportjából ez is kiderül. A magyarság eredetkutatásának legnagyobb szenzációja a közelmúltban a hun-avar-magyar kapcsolatok terén megindult paradigmaváltás. A mongóliai hun sírokból vett DNS minták archeogenetikai vizsgálat után az Árpád-házi mintákkal mutattak hasonlóságot. Koltai Bori a Magyarságkutató Intézet szegedi laborjába járt. A budapesti hősök terén elénk táruló látványnak egyik központi eleme Árpád fejedelem és a honfoglaló hét vezérszobra. A legújabb tudományos eredmények szerint ők a hunok leszármazottai. De vajon milyen bizonyítékok támasztják alá ezt a rokonságot? Erre keresek válaszokat a régészet és a genetika segítségével. A hun-magyar rokonságot három fázisra lehet osztani. Az első fázis az az, hogy a magyar krónikáink, illetve a két világháború közötti időszakban is azt emelték ki, hogy a magyarok a hunokkal rokon nép. Sőt, a magyarok eredete a hunokhoz köthető. És hát a kommunista és szocialista diktatúra bevezetésével együtt jött újra az az elmélet, amit már a Habsburgok korábban egy kicsit megalapoztak, hogy a magyarok bizony a finnugor népek rokonsági körébe tartoznak. Ez a korszak, ez tagadta a hun-magyar rokonságot. És akkor a 2000-es évek elején kezdett kibontakozni ugye a természettudományoknak az a nagyon szép ága, amit archeogenetikának hívunk, ami azokat a régészeti elméleteket, amik valóban már a 19. században, a 20. században, sőt az Árpád-kori krónikáinkban is le voltak írva, azokat újra megalapozta és újra igazolta. A DNS-ben kódolódik az emberi testet felépítő összes információ. De nem csak ez kódolódik benne, hanem olyan szakaszok is vannak benne, amelyek ilyen információt nem tartalmaznak, viszont jellemzőek adott népcsoportokra, adott területen élő emberekre. Amikor mi vizsgálunk egy mintát, a DNS szekvenciáját az adott mintának összehasonlítjuk különböző modernkori és történeti népességekből származó genetikai adatokkal, és így tudunk következtetni az adott mintának a genetikai származására. Miért van szükségünk ilyen védőruházatra? Ha kintről a ruhánkról, illetve a kezünkön behozzuk a külső forrásból származó DNS-t, és az itt belekerül a mintába, akkor előfordulhat, hogy nem a mintát vizsgáljuk, hanem egy másik forrásból származó DNS-sel dolgozunk. Mit kell tudni erről a koponya maradványról? Honnan származik, milyen korból? Ez egy honfoglaláskori koponya a Kárpát-medencéből. Azért volt abban a szekrényben, ugyanis ez egy sterilizáló szekrény, UV-lámpák égnek benne, és a csontanyag felületén megtapadt külső forrásból származó DNS-t távolítjuk el az UV-kezeléssel. Ezután kerülhet be ide a laborba a koponya. A legjobb minőségben, illetve a legnagyobb mennyiségben a sziklacsontban őrződik meg a DNS. Itt látható a hallójáratnak a bemeneti nyílása. A hallójáratot körülvevő nagyon tömör csontállomány ez a sziklacsont. Csontpormintát kell vennünk a koponyákból, és ebből a csontporból tudjuk később kivonni a DNS-t. Például ebből a koponyából egy nagyjából 1000 éves DNS-t tudunk kivonni. Annak az a tulajdonsága, hogy nagyon apró darabokra van törve, illetve számos károsító hatás éri a talajban a DNS-t, ami különböző hibákat eredményez a szekvenciában, és ezeket a hibákat ki kell javítanunk. Ehhez különböző enzimekkel
kezeljük a DNS-t, amik képesek felismerni ezeket a hibákat, kicserélik a hibás nukleotidokat, feltöltik a folytonossági hiányokat, és így jutunk el oda, hogy egy szekvenálható állapotba hozzuk a DNS-t. A DNS az egy hosszú polimer molekula, ami négyféle alkotóelemből épül fel. És ezeknek az alkotóelemeknek a sorrendje jelenti a genetikai kódot, és ezt a kódot olvassuk le a DNS molekulákról a szekvenálás során. Ismerté válik számotokra ez a genetikai kód. Utána mi történik ezzel? Ugye itt már, ha jól értem, akkor a digitális térben folytatódik a folyamat. Így van. Ehhez nagyon komoly számítógép kapacitás szükséges, és innentől bioinformatikai módszerekkel dolgozzuk fel az adatokat. Az archeogenetikai és régészeti adatokból az látszik, hogy amikor az ázsiai honbirodalom ezt az első nagy csapást Krisztus születése körül szenvedi el a kínaiaktól, majd Krisztus születése után a második században történik a végleges vereség, ami arra készíti az ázsiai vonokat, hogy nyugatra költözzenek, akkor ők az Urál-hegység déli részén bizonyosan megállnak néhány száz évre ezek az ázsiai hunok, és ott rátelepednek a helyi alaplakosságra, és ez a kultúra, a helyi vaskori népesség és az ázsiai hunok alkotják azt az etnogenezist, amit magyaroknak tekinthetünk. És első hullámban beérkeznek innen Attila hunjai a Kárpát-medencébe, majd az avarok, és végül a 9. században Árpád magyarjai, hiszen ez a nép, ez ugyanúgy gyakorlatilag tényleg a hunokhoz kötődik, mint Attila hunjai, és egy nyugatra költözési hullámoknak egy x-edik generációja. Genetikailag ezt úgy tudjuk megfogni, hogy a honfoglaláskor jöttek be olyan elemek a Kárpát-medencébe, akiknek a rokonai már egy korábbi bevándorlási hullámban szintén beérkeztek. Ilyen tekintetben a kettős honfoglalás elméletének a megítélésére ez hatással van ön szerint? Természetesen. László Gyula a címlappal sugallta, hogy itt nem kettős honfoglalásról szeretne írni, hanem a keleti népek folyamatos nyugatra érkezéséről. Az Emplén és a Bodrog közterületén nincsenek avar leletek, ami szinte megmagyarázhatatlan. A avarság belakta a 9. század elejére az egész Kárpát-medencét, és ezt a területet valamiért kihagyta. És László Gyula után mi is csak azzal tudjuk ezt magyarázni, hogy azért hagyta ki ezt a területet, mert már akkor ott magyarok éltek. Amikor elvégzünk egy ilyen vizsgálatot, például a honfoglaló magyarságnak a vizsgálatát végeztük legutóbb, akkor őket összehasonlítjuk az összes elérhető történeti vagy történet előtti korokból származó DNS adattal, illetve a modern népcsoportokból származó adatokkal. Tehát így gyakorlatilag nem is válogattatok, hanem végigfuttattátok az összes már meglevő mintán, ami az adatbázisban benne volt. Mennyi ez a minta? Hát archaikus mintákból körülbelül egy olyan 4000 minta az, amit bevettünk a vizsgálatokba, és ezen felül a modernekből is 5000. Három részre tudtuk felosztani a honfoglaláskorból származó egyéneket genetikailag. Volt egy csoport, amelyiknek a DNS-e a európai népességekre jellemző mintázatokat hordozta. Tehát az ő ebbe a csoportba tartozó egyének legnagyobb valószínűséggel itt helyben élő emberek lehettek. Volt egy másik csoport, őket tekintettük első generációs bevándorlóknak, tehát azoknak a magyaroknak, akik konkrétan beléptek a Kárpát-medencébe. Rájuk genetikailag az volt jellemző, hogy az ő genetikai mintázatuk Közép-Ázsiába volt visszavezethető, illetve az Urál vidékére, és volt a harmadik csoport, aki pedig ennek a két csoportnak a keveredéséből származott. Az ázsiai hunok az őseinknek tekinthetőek. Nyilván
Nem 100%-ban, mert hogy a dél-uráli vaskori alaplakosságra rétegződnek rá. Attila hunnyai, az európai hunok, inkább mondanám azt, hogy unokatestvéreink, tehát hogy közös az ősünk. Nem mondható az ki, hogy 100%-osan tudjuk, hogy kicsodának a rokona, és hogy az milyen arányú rokon. De az biztos, hogy egy olyan civilizációnak vagyunk Európában az utolsó megmaradt tagjai, ami több ezer évig uralta magát, azt jeppét. A honfoglalóknak az ázsiai magcsoportja, ez akik első generációs bevándorlók, az ő genomjuk három részre volt elkülöníthető az eredetét tekintve. Körülbelül a fele az ő genomjuknak, az a mai mansika mutatott legközelebbi rokonságot, akik egyébként a legközelebbi nyelvrokonaink is. A honfoglalók genomjának a másik fele, az pedig további két részre volt osztható. Az egyik része az a szarmatákkal mutatott kapcsolatot, a másik része pedig a hunokkal. A finnugor népekkel úgy vagyunk mi rokonok, már amennyire rokonok vagyunk, a másikkal jobban, valóban, a reogenetikailag is, hogy ezek a népek a sztyeppe zónáról szorultak északi irányba. És nem mi jöttünk az Észak-Urálból délre, és olvadtunk be a sztyeppei világba, hanem a finnugor népek mentek innen északra. A finnugor népek közül a mansikhoz állunk legközelebb, de ez az elválás is, az archeogenetika kimutatta, hogy mikor történt a mansi magyar elválás. Krisztus előtt 1500-ban. A finnugor nyelven mélet és a hun rokonság az egy erős kontraszt. Viszont összeegyeztethető a kettő. Sokkal több a hun rokonság, sokkal régebbi és sokkal kevesebb a finnugor rokonság. És még egy nagyon fontos dolog, amit az archeogenetika kimutatott, hogy van egy nép, akit nem nagyon szoktak emlegetni, ezek a szarmaták. A szarmaták előzték meg Attila hunnyainak a birodalmát. Körülbelül a római birodalommal egykorúak itt a Kárpát-medencében is. A szarmaták az egy olyan nép, ami nagyon nagy genetikai részt, nagyon nagy szeletet tesz ki egyébként a magyarságból is. A magyarok és a hunok kizárólag részleges lovas sírokba temetkeznek. Tehát a lónak csak a koponyáját és a lábvég csontjait helyezik a sírba. Míg a szkíták, az avarok, azok pedig a teljes lovat. Ez kizárólag a hunokra, az ázsiai és az európai hunokra is igaz, és a magyarokra jellemző. És Mongólia egy kincses bánya ilyen téren. 14 ezer feltáratlan sír van Mongóliában ázsiai hunoktól. Azonosított királyi települések szintén feltáratlanul. Van Vasérc bánya, van Kohótelep. Olyan birodalmi szervezetre utaló nyomok vannak Mongóliában, hogy hihetetlen. Ez a sztyeppei civilizáció, ez igenis egyenrangú volt mind a kínai, mind a görög, mind a római birodalmakkal, és ennek az örökösei vagyunk mi magyarok. Kiutaztunk, és ott a helyszínen vettünk csontpormintát, és ezt a csontport hoztuk el ide a laborunkba, és itt történt meg a molekuláris feldolgozása, illetve kezdődött meg a bioinformatikai feldolgozása a mintáknak. Ez azért nagyon fontos, mert minél részletesebben ismerjük azokat a népcsoportokat, akikből feltételezhetően a honfoglaló magyarok származtak, annál biztosabb következtetéseket tudunk levonni a vizsgálataink során. Tehát itt bizony a mennyiség is számít. Így van. A franciák, akik szintén nagyon nagy energiákat fektetnek abba, hogy az ázsiai hunokat vizsgálják, kihozták azt az eredményt, hogy az Árpád-házi királyaink harmadik Béla genetikája és az Árpád-házi királyaink genetikája egy az egyben megtalálható Tarimulan-Kosu mongóliai ázsiai hun lelőhelyen. Amikor egyetemre jelentkeztem, akkor azért régészetre jelentkeztem. Ez volt a
motivációs mondatom, hogy megtudjam, hogy mi az igazság a magyar honfoglalással kapcsolatban. És én hiszem azt, hogy közelebb jutottam ahhoz, hogy tudjam. És biztos vagyok benne, hogy amit én tanultam, amit egyébként most a 4 gyerekem is tanul az iskolában, ahhoz talán az ő gyerekeik már sokkal közelebb fognak állni az igazsághoz. Szerintem nagyon fontos, hogy egy nép tisztában legyen a múltjával, ahhoz, hogy biztos lábakkal álljon a jelenbe, és bizakodva tekinthessen a jövőbe. És hát, ha ránézünk a magyar alföldre, és az ott lovagló pásztorokra, és kimegyünk Mongóliába, és látjuk ugyanazt, akkor nem kell magyarázni, hogy honnan jöttünk szerintem. A magyar mondavilágból mi főképp csak Attila hunjait ismerjük, hogy kik voltak a szíjunknuk, akik a hunok ősei lehettek, és milyen volt a belső ázsiai birodalmuk kultúrája. Na hát ezt kutatta vendégem, Abrusánszky Borbála. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! Először is a kínai krónikák mit mondanak ezekről az ázsiai hunokról, vagy jól ejtem, szíjunknuk? Hát ez a mai kiejtés, az, hogy Xiongnu, kínai nyelvészek szerint ennek a régi kiejtése Hun, vagy Hung, mint Hungária, ugye. És nagyon sok kínai feljegyzés van a hunokról. Engem egyszer a Sziáni Egyetemen bevittek egy nagy könyvtárba, megmutatták, hogy ez a határmenti népekről szóló irodalom, és úgy elment a kedvem, hogy soha az életemben nem fogom tudni elolvasni. Minden esetre leírják, hogy kik az elődeik a hunoknak, és ők a bronzkori Szia dinasztiát jelölik meg, amelyeknek a sárga folyó volt a központja. Ez ugye a Krisztus előtt 3. évezred végére köthető, és állítólag ők menekültek északra, és ők lettek a hunok ősei. Ez több kínai forrásban megjelenik, úgyhogy, és ezt nem a hunok meg a mongolok találták ki, ezt a kínaiak írták róluk. A mongol régészek viszont a bronzkori, mongóliai bronzkori kultúrába találják meg a hunok őseit. Például van az egyik úgynevezett négyszögletes sírok kultúrája, ahol például a részeges lovas temetkezés, ami a hunokra és a magyarokra is jellemző volt, az már ott megjelenik. Ez egy ilyen harcos kapcsolat volt a kínaiakkal? Tehát folyamatos küzdelem, vagy ennél bonyolultabb a helyzet? Hát elég bonyolult volt, tehát először is ugye a hunok támadtak, és sokkal nagyobb volt a hunok által uralt terület, de ez folyamatosan változott. Tehát amikor a hunok meggyengültek, akkor a kínaiak előre nyomultak. Tehát ez több évszázadon keresztül, vagy évezreden, hát ugye a kínai források is csak egy bizonyos korszakról számol be, és ugye ami a legvéresebb és leghosszabb küzdelem volt, arról nagyon sok a irodalom érhető el, ez pedig ugye a Selyemút nyugati szakaszának a megszerzése, de sajnos ugye ezt is olyan egyoldalúan kezelik a kutatók, tehát ugye persze a kínai szempontot veszik figyelembe, de ugye azért nekünk az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a hun szempontból ez hogy néz ki, tehát, hogy mind a két félnek hogy mondják, aktivitását, harci helyzetét, éppen gazdasági helyzetét, ezeket mind meg tudjuk vizsgálni, és akkor teljesen más, egy árnyaltabb kép. Tehát, hát ugye a kínaiakat viszonylag könnyebb, mert ugye fennmaradtak olyan krónikák, amelyeket kínaiak írtak. Ugye a hunoknál ez egy kicsit nehezebb, de a nagy falat azt tényleg ellenük emelték a kínaiak? Már korábban is voltak ilyen jellegű erődítések, de igen, tehát ugye Qingxi Huangdi, ő elkezdte a hosszú falakat építeni, és még volt egy érdekes monda is, hogy ugye amelyik építő nem végezte jól a feladatát, és leomlott a fal, azt megölték, és beleépítették a falba, hogy ezzel megerősítsék a falat. Hát ez ismerős. Ugye a magyar mondavilágból. Szóval az európai történetírás, és nyilván mi is elsősorban Attila hunjait ismerjük, tehát a keleti hunokat, de mekkora időszakot ölel fel az ázsiai hunok története? Itt az előbb évszázadokról beszélt, vagy évezredről?
Hát ez ugye megint az, hogy mikortól számítjuk őket. Ugye Krisztus előtt 318-ba tűnik fel ez a sunnu vagy hun kifejezés, de ez előtt is emlegetik már ezeket a különböző sztyeppei népeket, akiket már a kínaiak maguk hunnak tartanak. Tehát ha még ezt a legpesszimistább becslést nézem, és legalább egy 1000 év, amíg írásba lehet az ő nyomvonalukat, az ő történelmüket kutatni. Mindjárt folytatjuk. A régészek egy furcsa, úgymond szépészeti eljárást figyeltek meg a feltárt hun koponyákon. A koponyák egy része mesterségesen torzított volt, hogy honnan ered ez a szokás, ennek járt utána Molnár H. Boglárka a Kecskeméti Katona József Múzeumban. 2017-ben egy nagyon különleges maradványra bukkantak a régészek egy kecskeméti ásatáson. Egy magányos hunkori harcosra leltek a szakemberek, akinek torzított volt a koponyája. Vendégem a témában Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezető régésze. Jó napot kívánok! Miért és hogyan torzították a hunok a koponyájukat? Üdvözöllek, Bogi! Gyakorlatilag ez a koponyatorzítás szokása ugye nem feltétlen csak a hunokhoz kötődik, de ugye náluk is megtalálható. Ez egy jellegzetes 5. századi divat volt, ugye, és ezt már csecsemőkorban megkezdték, ugye, ezt a koponyatorzítást, egy úgynevezett torzító bölcsőt használtak, amikor még a koponyának a csontja ugye nem voltak összeforva, és gyakorlatilag ezzel befolyásolták mesterségesen a koponyának az alakját, és hát egy igazából ilyen csúcsos lett a koponya, eltolták itt a agykoponya részt, és így különlegesen nézett ki ugye a páciens. Na hát, és ez a páciens, erről a páciensről mit lehet tudni? Az antropológiai jellege alapján ő egy mongolid típushoz sorolható, tehát őróla azért nagy valószínűséggel ki lehet jelenteni, hogy nem csak hunkori, hanem igazából ő hun is volt, ami itt a régiónkban ugye az első olyan lelet, ami egyértelműen a hunokhoz köthető. És azért is nagyon különleges, mert ő egy szarmata település szélében került elő, valószínű ennek a közösségnek az egyik előkelője lehetett, talán a vezetője, aki a hunok, ugye a helyi szarmaták élére ide helyezték, és ő irányította ezt a közösséget. Ez a torzítás más népcsoportoknál is előfordult? Igen, a korszak egyéb népeinek is megfigyelhető. Igazából az alánokhoz szokták kötni, ugye ők a szarmatáknak az egyik törzse volt, a Kaukázus környékén alakulhatott ki, de a hunokat követő népességeknél is megfigyelhető, például a gepidáknál. Hát Tiszaugon ugye 2018-19-ben tártunk fel egy majd 200 síros gepida temetőt, és itt a közösségnek hát közel a 20%-ának torzított volt a koponyája, mind a férfiaknál, mind a nőknél megfigyelhető, hát különböző mértékben. Tehát azt ki lehet jelenteni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez egy korabeli divat volt. Mi pedig folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Obrusánszki Borbálával, mégpedig azzal, hogy miért kevés a hullelet a Kárpát-medencében. Valószínűleg azért, mert másnak vannak elnevezve, tehát amikor ugye meghatároztak itt régészeti korszakokat, különböző lelőhelyeket ugye valamelyik néphez kötötték, akkor nem voltak ismertek a belső ázsiai, illetve közép-ázsiai hun leletek, úgyhogy most már nagyon gazdag leletek vannak, itt lehetett látni a háttérképekben is Kínából előkerült leletek, Mongóliából, ugye, közép-ázsiai területekről, úgyhogy érdemes lenne ezeket is átértékelni, hogy ezek valójában germánok, vagy szarmaták, vagy hunok. Ugye osztrák kollégától, ugye történész régész kollégától azt is hallottam, hogy nagyon kevert, és ők is azt mondják, hogy itt Európában ezt nem tudják meghatározni, ezért ők is elmennek keletre, és ott próbálják meg az összehasonlítás alapján egy kicsit átértékelni ezt a kérdést. Arról mit tudunk, hogy hova húzódhattak vissza a hunok, ha visszahúzódtak Attila halála után? Hát egyrészt kezdjük azzal, hogy eltűntek-e a Kárpát-medencéből, mert erre egyetlen egy forrás sincs, tehát maga Jordánes sem mondja azt, hogy eltűntek volna. Az, hogy ugye gót fennhatóság alá kerültek, az nem jelenti azt, hogy eltűntek volna. Hát nézzük meg a mai Kárpát-medence területét, határon kívül is élnek magyar közösségek, tehát egyrészt itt is biztos, hogy maradtak,
ugye van azt írja Jordán ez, hogy nagyon sok elvándorolt bizonyos területekre, tehát itt a Kárpát-medence Balkán területén is élhettek, maradhattak akár önállóan is. Ugye tudjuk azt, hogy Attila fiai, ugye Csaba királyfi írnák vezetésével a Kaukázusba ment vissza, ahol egészen a 8. század elejéig egy virágzó kaukázusi hun királyság működött, ennek ugye majd az arab hódítás vett véget. Az európai krónikák azért nem beszélnek Attiláról és hunjairól nagyon szépen, hogy így finoman fogalmazzunk. Ez tudatos döntés eredménye, hogy így kell leírni a hunokat, tehát rablóhordaként gyakorlatilag? Na, sajnos igen, tehát ugye nekik azért egy megszállás volt, akármennyire is élvezték minden előnyét az európai hun birodalomnak, hiszen nem volt az ókor végén ilyen hatalmas és gazdag birodalom Európában. Azért a római birodalom ketté vált, ugye válságokat követtek, Attila pedig a szövetségeseit megbecsülte, de talán nem is abban a korban íródtak ezek a rendkívül negatív feljegyzések, hanem majd későbbi korokban, amikor ugye hát kellett egy ellenségképet is nekik alkotni, illetve hát ugye hogy nem biztos, hogy szép ez, de mindenki magából indul ki, tehát a magyar krónikák milyen szépen írnak Attiláról, ugye északon a vikingeknél, ott pedig egy ilyen vérengző alak lett végül is Attilából, de ez már valószínűleg egy késői fejlemény lehetett. Köszönöm a beszélgetést! Attila és a nyugati hunok uralkodásának időszakát minden velük kapcsolatba került népkrónikája megörökítette. Mennyire hiteles kép maradt fent róluk, erről is beszéltünk az imént, és beszélünk továbbra is, és mindez hogyan tükröződik a filmeken. Ennek járt utána a kolléganőm, Jámbor Flóra. Egy barbár törzs könyörtelen fővezére, aki mindenkit lemészárolt, aki az útjába került. Így jellemezte a hunok királyát, azaz 1954-es amerikai film, aminek angol címe a Pogány jele. Ugyanebben az évben jelent meg Anthony Quinn főszereplésével az olasz-francia Attila film is, ami hasonlóan ábrázolja a hun vezért. Némiképp árnyalja a képet a Gerard Butler által megformált karakter a 2001-es Attila az Isten ostorában. Ami közös, mindhárom film esetében a hunok öltözete, életmódja és hódításai vad barbárságot tükröz. A hollywoodi filmeken meglehetősen negatív képben tűnik föl Attila és tűnnek föl a hunok. Ez részben a hiányos ismeretekből is fakadhat, de feltételezhetünk akár tudatos ferdítést is. Azt ne várjuk, hogy a külföldiek és az üzleti filmgyártás elkészíti a hiteles történelmi értelmezés és a mi történelmi értelmezésünket erről a korszakról. Valójában azt is meg kell nézzük, hogy ezek a filmek, amikor készültek, akkor is van egy kelet-nyugat szembenállás. És egy mondhatni buta módon a nyugatiak számára kelet, az a barbárság, az a vadság prototípusa. ...1954-es filmek, van egy olasz, francia és egy amerikai, azok arra vannak felépítve, hogy ezek a barbár hun hordák elpusztítják a nyugati civilizációt. A 2001-es, a Lovri által rendezett amerikai litván koprodukció megpróbálja azért valamennyire pozitív figurának ábrázolni Attilát. Rengeteg csúsztatás van, bár az a leghitelesebb. Hunok vagyunk, és nem félünk senkitől. Feltűnő azért, hogy míg a rómaiakat civilizáltnak, addig a hunokat mennyire barbárnak állítják be, egyfajta kontrasztot lehet észrevenni, ami talán tudatos is lehet.
Igen, ez nagyon mesterséges és szándékos, tendenciózus szembeállítás. Nem mindegyik birodalom volt azért kegyetlen, a hunok sem azok voltak, ők egyesítették ugye a germán törzseket. Tehát ebben a nagy zavarban és kavarban nagyon leegyszerűsítő azt felállítani, hogy ki a barbár és ki az igazi civilizált birodalom. A barbárság, az hogyan jelenik meg a képernyőn? Van ez a jósnő, egészen különlegesen barbár a 2001-es változó. Az 1954-es olasz-francia koprodukció Anthony Quinn főszereplésével készült, mint egy őskori barbár, neandervölgyi, vagy annál is régebbi, korábbi ősembernek a külseje, alacsony, zömök, sötét arcú barbár. De ugyanez a másikra is, az amerikai produkcióra. A főszerepet Jack Palance játsza. Hát Jack Palance rengeteg filmben láttuk, hidegvéri gyilkos, az ember hátán végigfut a hideg, ha csak meglátja, és még így aztán, ahogy sötétre maszkírozták az arcát, aztán végképp. A 2001-es a Gerard Butler főszereplésével készült, hát az már megpróbálja megnyerni ugye a közönséget, nyalka, szép fiú, copfos, kisportolt alkattal. Ez egy kicsit közelebb áll, de azért ez nem az Attila figurája. Mennyire történelem hülyek ezek az ábrázolások a filmekben? Van olyan film, amiben a hunok kizárólag gyalogosok. Vagy nem használnak íjat. Pont a hunok nem használnak íjat. A harcmodor nem korhű és sokszor parodisztikus. Nincsenek jurták. Több filmen indián tipiben laknak a hunok, vagy valamiféle barlangban, vagy valamiféle összetákolt, rongyos bőrökkel lefedett házakban laknak. Nem az volt, hogy náluk már ismeretlen volt akár a fürdő. Mi ez a hely? Fürdő. Tessék, menj be! Nem láttál még ilyet? A hiteles történelmi forrásaink egyébként hogyan ábrázolják Attilát, milyen uralkodóként írják le? Keménynek, lobbanékonynak írják le, de ugyanakkor nagyon bölcsnek és kifinomult diplomatának. Nem egy vérgőzös hódító, aki mindenáron pusztítani akar, reálpolitikus. És mi várható, miközben tanultok? Pusztítás és káosz? Csak ha ellenálltok. Attila az európai hunok leghíresebb királya volt. A korabeli beszámolók nemes és művelt uralkodóként jellemzik. A hun király befolyása Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig tartott. Bár birodalma halála után szinte azonnal szétesett, Európa történelmének és a magyarok őstörténetének legendás alakjává vált. A régészek egyik szent grálja lenne Attila sírjának megtalálása. A temetéséről és annak helyéről fennmaradt írások azonban máig vitatottak. Vajon tényleg a Tisza medrében kell keresni a hármas koporsót, ahogy az Gárdonyi Géza például regényében megírta? Vendégem a témában Emlezsák Gabriella régész. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! Na hát most nemrég egy románia autópálya építésnél találtak egy nagyon előkelő hunsírt. Még azt is feltételezték, hogy esetleg fejedelmi sír lehet. Mi mégis azt gondoljuk, hogy Attila sírja valószínűleg a Kárpát-medencén belül kellene, hogy legyen. Ugye ezt a Kárpátokarján kívül találták ezt a sírt. Miből gondoljuk ezt? Ugye a romániai híradások szerint ezt a temetkezést a Bodza fordulónál találták meg, és valóban az írott források szerint itt a Bodza fordulónál volt egy nagyobb hun központ, és valószínűleg Ruga idejében került át a Kárpát-medencébe a hun székhely, de Attila egyeduralma idején már a Kárpát-medencében volt a hunok központi területe. 448-ban Priscos rétor bizánci követségben járt a hunoknál, és a leírása alapján nagyjából rekonstruálható, hogy ez a
fejedelmi hunt központ valószínűleg a Tisza környékén egy fátlan síkságon volt, erre utal Priscosz. Tehát valahol a Tisza közelében, talán Szeged környékén, illetve az is felmerült, hogy Tiszántúlon, de közel Szeged területéhez lehetett ez a honfejedelmi központ. Nézzük meg akkor a temetést egy kicsit részletesebben, hogy az írott források és az annak nyomán készült különböző történeti munkák leírják a temetésnek a részleteit. Mi az, amit ebből komolyan kell vennünk, és mi az, amit nem kell komolyan vennünk? Priscosz Rétor írta le Attila temetését, de sajnos ez a munka nem maradt fent, elveszett. Pont ennek a leírásnak a részlete nem maradt fent. Viszont a 6. századi Jordánész leírta, hogy hogyan temették el Attila királyt. Az ő munkája a gótok történetéről szól, de Priscoszt használta forrásként. És általa, tehát Jordánész által nagyon jól rekonstruálható Attilának a temetése, és bár van benne egy-két olyan mozzanat, amely az európai kultúrkör számára értelmezhetetlen, nagy ókori keleti ázsiai kultúrákban a folyómederbe temetés mozzanata megtalálható. Az első írásos forrás a Gilgamesz eposzból származik, a Krisztus előtti 2100 környékéről. Egy sumer eposz. Igen, Gilgamesz hős királyt úgy temették el, hogy elterelték az Eufrátesz folyót, a sírkamrát a folyómederbe létesítették, vele temették a kincseit, illetve feleségeit, és aztán visszaengedték a sír folyómederbe létesített sír fölé az Eufrátesz folyót, és aztán a temetés végzőket megölték. Tehát ez a mozzanat nagyon hasonlít arra, amit Jordánész Attila temetése kapcsán leír. De hogyha tovább megyünk belső Ázsia felé, akkor a nagyókori kínai civilizációból is van erre párhuzam. Szematjén történetíró jegyezte fel a Krisztus előtti 3. században, hogy az első kínai császár, Qin Shi Huangtit úgy temették el, hogy a sírja fölé ilyen higanyfolyókat létesítettek, mégpedig azért, hogy a Kína két nagy folyóját, a Huangkót és a Yangtzét jelképezzék ezáltal. És ezt megtalálták már azóta, ezt a sírt? Az agyaghadsereg hozzá ehhez a sírhoz kapcsolódik, azt feltárták, viszont ezt a sírkomplexumot még nem tárták fel, szondázó kutatások történtek, és ott viszont nagyon magas higany koncentrációt mutattak ki, tehát elmondható, hogy Szematjén történetíró feljegyzése valós alapokon nyugodhatott. Mennyire hihetünk ezeknek a krónikákra, erről is beszéljünk majd egy pár pillanat múlva, de nézzük meg először a hármas koporsót. Ez is keletre vezet, ez a minta is? Igen, az ősi Kínából már több ezer évvel ezelőtt találtak olyan sírokat, ahol az elhunytakat többes koporsóba temették el. Az írott források szerint a koporsók száma az elhunyt társadalmi rangjával volt összefüggésben, tehát minél gazdagabb volt valaki, annál több koporsó járt neki. És van egy szintén egy régészeti hiteles feltárás Dél-Kína területéről, Hunan tartományból, Mavangdui település mellett tártak fel egy olyan elit sírt, ahol az elhunytat hármas koporsóba helyezték végső nyugalomba. És itt a koporsók színe is érdekes, vörös, sárga és fekete koporsóba, tehát ilyen lakkozott koporsókba temették az elhunytat. És hát ugye Attilánál is megjegyzi a magyar szájhagyomány, hogy napsugárba, holtsugárba, fekete éjszakába temették. Hát a magyar szájhagyomány, igen, erről beszéljünk egy kicsit, mert ugye azt tapasztaljuk ma, hogy az archeogenetika segítségével igazoljuk be tulajdonképpen a mondáink igazságtartalmát. Tehát, hogy a szájhagyomány és a történetírás mennyire igaz? Ugye persze elmehetünk akár Trójáig is, Liman Homérosz alapján találta meg Tróját, és hát minden akkori akadémikus azt mondta neki, hogy ez butaság, ez alapján nem lehet semmit tenni. Ehhez képest sikerült. Hát igen, a néprajzkutató Hoppál Mihálynak van egy nagyon jó gondolata ezzel kapcsolatban,
hogy igenis a népi emlékezet, tehát a szájhagyomány hosszú évezredeken keresztül képes megőrizni olyan történelmi eseményeket, amelyek fontosak. Tehát ezek alapján a szájhagyománynak igenis lehet forrásértéket tulajdonítani. És ez az Attila temetésének a mozzanatai is azt bizonyítják, hogy szerves része volt Attila eltemetése egy nagy ázsiai temetési rítusnak, és ez a temetési forma kötelező volt az utódok számára, hiszen ettől függött a birodalom jóléte, illetve a népességének a fennmaradása. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Önök az M5 históriát látták, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!